Hello, szevasztok! Na, mai videóban ez egy újabb retro videó lesz. Mai videóban megnézzük a Flatout nevű sorozat első részét, a legelső Flatout játékot. Azért ezt, mert a napokban ingyen osztogatták a GOG platformon, és nem vagyok benne biztos, hogy ezzel játszottam valaha, kettővel, meg a Ultimate Carnage-el, meg a hárommal már játszottam, igen. Tehát ismerem a sorozatot. A negyedikkel még nem, de lehet az első is nekem kimaradt, és a lényeg, hogy nyilván akkor beúsztam én is egy ingyen példányt, ha már ingyen osztogatták. Jelen felvétel előtt azért megnéztem, hogy hogyan működik, lehet-e belőle videót csinálni, stb. Felraktam egyébként a widescreen, tehát a szélesvásznú javítást, a fixet, illetve még valamilyen textúra javítást, ami elvileg, amit csak a GOG verzióhoz kell felrakni, mert azt hiszem csak az érintett. Tehát gyári állapotban nem a GOG verzió a legjobb, ez tény. Állítólag van valamilyen Zoom platformos verzió, ami elvileg jobb, meg több nyelv van benne, köztük magyar. Most ez mindegy, mondom, most csak így pár perc elejéig nézzünk rá, hogy ez miféle. Nem tervezek ebből olyan hűde sok videót, mert nem akarok ezzel olyan nagyon sokat játszani, mert ez a széria nem annyira nekem való. Ugye Flatout, hát aki nem ismeri, ugye autóversenyzés, csak kicsit mondhatni roncsdermis módban. Az azt jelenti, hogy ugyan versenyezni kell benne, csak egymást is le lehet zúzni, minden teraptárgyat szét lehet szinte szedni. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon ilyen szabad versenyzés. Illetve azt hiszem a másik részben, ha jól tudom, az híresebb volt, és ott mindenféle ilyen extra játékmódok voltak, ahol a sofőrt ki kellett lőni, nem tudom milyen céltáblára, meg ilyesmi, szóval ilyen ökörködésszerű sorozat ez, ha jól tudom. Na de, nézzünk bele akkor az első részbe, amit mondtam, ugye picit játszogattam vele, pár perc elejéig lehet látni, hogy létrehoztam egy profilt, három versenyt megcsináltam benne, van egyébként egy karrier mód, azt fogjuk tovább vinni, és itt is ugye úgy van, hogy minél jobb helyezést érsz el, annál több pénzt kapsz, és abból a pénzből hát vehetsz jobb autót. Én nyilván a legolcsóbb autót vettem meg így legeslegelén, nyilván még kell pénzt gyűjtenem ahhoz. És itt van a single player, multiplayer, azt nem tudom, hogy mennyire működik a multiplayer módja, fogalmam sincs. 20 éves játékról beszélünk, tehát 2004-ben jelent meg. Idén lesz 20 éves, novemberben lesz 20 éves. Úgyhogy ez sem mai darab, úgyhogy talán most már erre is mondhatom a retro. 20 éves játék, szerintem már lehet mondani a retro. Bár itt ugye nem látszik, hát a grafika maxon ennyit lehet a játékban beállítani, de a lényeges dolgokat, mint felbontás, érsimítás, anizószűrő, stb. Ezeket a játék launcherében lehet beállítani, tehát amikor letöltöd akár, mit tudom, Steamen, Gogon, bármilyen izén. Először indítod, feljön ugye a launcher, és ott tudod beállítani a dolgokat. Lényeg, hogy kíváncsiságból beállítottam a játékot 4K felbontásra, ugye 2160p, natív 4K-n vagyunk. Úgy láttam, hogy gond nélkül megy, a mondjuk 20 éves játék csúnya lenne, ha nem. igen, úgyhogy ebből a szempontból is kíváncsi voltam, hogy milyen ez a játék 4K-ban, úgyhogy hát akkor így megmutatnám nektek, jó, hogy miféle alkotás az. Igen, itt a garázs, ez a jelenlegi autóm, ez a Pepper Tuning, mondjuk itt még nem nagyon néztem be. Itt lehet tuningolni? Mondom, még nem, olyan, hogy itt lehet külön alkatrészeket venni, aha. Mondom, egyáltalán nem mélyedtem bele a játékba,
pár percet játszottam vele jelen felvétel előtt, jó? Tehát semmit nem tudok az egyről. Nukunyista, full kezdő vagyok a témában. Én nem vagyok szaki a Flatout sorozatban. Most az, hogy régen játszottam a második résszel, Ultimate Carnage-el és a hárommal, az jó, a három, igen, a hármat hülyeségből próbáltam ki, igen. Na, mielőtt még valaki nekem támad, hogy hárma, igen, akkor vannak itt filter... De ennek mi az értelme? Azt írja, 117 lóerő, jelenlegi 117, he? Tehát ez nem változtat semmin az autó erején, hát akkor ezt miért van értelme megvenni? Nem teljesen értem. Hát ez már más, igen, 123. Jó, hát nekem ez már új információ, hogy itt... aha, itt akkor különböző alkatrészeket lehet vásárolni. Na hát ez érdekes dolog. Oké, okay, jó. Jó, egyelőre... ugye itt... mi? Igen, ez a jelenlegi autóm, ez a Pepper. Ugye 117 lóerő, 730 kiló... 3300 pénzbe kerülne, de ugye nekem már megvan, és akkor itt van a többi megvásárolható autó, a jelenlegi legdrágább az a Bullet, ugye töltény magyarul. Ez kereken 4000 pénz, de megpróbálom összegyűjteni, és akkor hát nézzünk egy verseny, most így közeledünk a 7 perc felé, akkor legyen már egy verseny is. Igen, ezt a három versenyt megcsináltam, lehet látni, hogy elértem 2 aranyat, látod, itt első helyezés, itt is első helyezés, itt viszont csak harmadik helyes sikerült elcsípnem. De hát akkor most olyanon fogok menni, ahol még nem voltam, megnézzük ezt, meg majd ezt is, jó? Ó, itt több a... utalom. Na nézzük! Igen, ezt kérem. Brüm, brüm! Opa! Ne gyere elém, hülye gyerek! Hát ez az, lögdöső csak. Tehát ugye ez a játéknak a egyik lényege, hogy ugye ott a lögdösődni kell, meg nem tudom. Én nem vagyok az a roncsderbis roncsderbi rajongó, egyáltalán nem rajongok a roncsderbiért. Mai napig a... hát ez nem volt valami szép, ezt köszönöm szépen. Legalább megtoltak egy kicsit hátulról. A mai napig az egyetlen roncsderbis játék, ami úgy... hát elszórakoztatott, és ami úgy viszonylag tetszett, az a Dirt Showdown volt, ugye, amit a Cody csinált, és azt hiszem, az 2012-ben jelent meg, ha jól rémlik. Ja, szóval az volt az egyetlen roncsderbis, ami úgy nekem bejött. Hát, de az sem úgy jött be, hogy tehát az sem a kedvencem, félreértés ne essék, csak úgy az volt az egyetlen roncsderbis, amit úgy, nem tudom, elviseltem annyira, hogy végig is vittem. Ott a, szintén a karrier módját, vagy nem tudom, hogy hívták ott. Hát én autós játékokban, még a roncsderbisben is, én azt arra próbálok koncentrálni, hogy... ja, hát nyilván, hogy első legyek, de... nem úgy, hogy szarrá törjek mindent, mert hát ugye, ha értelemszerűen ugye az lassítja az ember, tehát... kösz! Ú, de rossz volt az előző kanyar kombináció, az ilyen... nem áll annyira kézre. Nem érzem még annyira, de hát még csak a második körben járunk. Úgy látom, a karosszíria kapott egy keveset. Azt mondjuk nem tudom, hogy a sérülés itt csak esztétikai, vagy kihatáson az irányításra. Egyelőre nem nagyon érzek különbséget az irányításnál. Az a tippem, hogy esztétikai, de... mondom, nem értek a játékhoz, most csak így... gyorsban... ránézünk.
ez most nem is sikerült olyan rosszul. Nem mentem neki semminek. Hát ezt a csávót nem tudom leelőzni. Ja, várjál! Jaj, van itt nitró! Ja, véletlenül megnyomtam a kontrollt. És akkor itt az előbb valami, mintha... Ó! Ja, hogy az a piros csík... Ja... Oja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 j
Brüm, brüm! Ja, hát így már mindjárt más a leányzó fekvés, a csokolom, hogy van nitró. Így azért... Igen, így azért egy picit más a helyzet. Így egy hangyányit talán több esélyem lesz. Na hát ezt tudom, a előző pályán, ahol harmadik lettem, akkor talán azt is megnyertem volna. Na mindegy, jobb későn, mi soha. És akkor ez volt a negyedik kör, itt vége is. Aha! Aha, oda nézzé! Oda nézzé, hogy lealáztam őket. Igaz, hogy majdnem széttört a Verda, de hát nem az a lényeg. Ott az 1000 pénz, unlocked, biztos. Jó, oké, jó, köszönjük. És akkor itt is vannak ilyen smash bónusz, tehát hogyha ugye törsz, zúzol mindenféle tereptárgyat, akkor még plusz pénzt kapsz érte. Mondom, én ezekkel nem nagyon szoktam foglalkozni, nekem bőven elég az a... Bőven elég annyi arra figyelni, hogy megpróbáljak első lenni. Nekem az épp eléggé leköti a figyelmem, nemhogy ott még össze-vissza bóckodjak. Figyú, 4000 pénz, hát akkor... akkor meg tudjuk venni az erősebb autót. Hát ez 117, ez meg 134 lóerő, majdnem 1,6 tonna. Hát akkor vegyük már meg ezt az autót, he. Tessék. Itt írja is, hogy a jelenlegi motor, ugye az 2 liter, ha jól tudom, az 2000 köbcentinek felel meg. 4 cilinder, jó, biztos, nem tudom, ennyien nem értek a témához. És ha az új autó az 2800 köbcenti V6-os motor, 117-134 lóerőre növekszik, a súlya az több mint a duplája, ugye 230 kilóról majdnem 1,6 tonnára. You're about to trade your... Jó, hogy beszámítják a régi autót. Na ez viszont tök jó dolog. És akkor csak 2350-et kell fizetni. Persze. Igen, számoljad be, légy szíves. Köcsögöm széken, maradok az automata sebváltónál, igen. Nem akarok váltással foglalkozni verseny közben, és akkor várjál, lehet itt még tuningolni, ugye? A motor, azt mondja, a motorhoz tudnék, maradt 1700 pénzem. A motor tudnám fejleszteni, aha, ezek le van, óhá. Ó, hát, jó drága ez az alkatrész, hallod-e? Ennek sem tudom mi értelme, ez nem növel semmit a... Igen. Egy lóerőt növel 600-ért. Nem tűnik túl jó befektetésnek, ez semmit. Oké, mondjuk 500-asért plusz 6 lóerő, nem tudom, hogy az mennyit számít ebben a játékban, fogalmam sincs. De ez meg... Figyú, ezt megveszem, mit szóltok? És akkor 141 lóerő lesz. Igen. Ja, igen, a játék menüjében nincs egér támogatás. Egeret nem lehet használni a menüben. Kizárólag billentyűvel lehet irányítani. Drivetrain, mi is az magyarul? Ez a nem tudom. Oké. Ja, itt nem ér semmit, hogy mi javulna, hogyha megvenném. Ez a kipufogó, igen. Jó, itt sem tudom, hogy érdemes-e lecserélni, mert nem ér semmit arról, hogy... Mármint ugye
mit tudom, statisztikát, mint a motornál, hogy na, akkor ennyivel növekszik az ereje. Ja, ott vagy effect speed. Tehát ez segít a végsebességben. Effect speed, ez is, effect speed. És akkor érdemes nekem ilyet venni, vagy nem, vagy én nem tudom. Jó, hogy mindegyik a sebességre van hatással. Jó, mindegy, egyelőre a suspension az a felfüggesztés, ugye? Jól tudom. Effect traction and control. De az jónak tűnik. Ez az irányítást segíti elvileg. Mit tudom, hogy vegyünk ebből egy 200-as, mit tudom én. Gumik, igen, ezek a kerekek. Traction and speed. Body. Ez meg a karosszéria. Ezeket még fel kell oldani. Jó, mindegy. Menjünk akkor ezzel versenyre. Azt meglátjuk, hogy Go Race Bronze. Igen, itt voltunk most. Ezt sikerült megnyerni. Akkor menjünk ide. Finch Lee Trial Run. Jó, aha. Na hajrá! Na vajon mi? Hát hülye vagy! Ne bögdös vagy, megmondlak! Ja. Ajjajajajaj! Hát ami... Ez a földes úton nagyon... Szeret csúszkálni ez az autó, nem kéne neki menni a kaminyon trailernek. De lassan töltődik ez a nitro, vagy töltődik az egyáltalán? Jaj, Isten! Hát ez... Jó, csak akkor töltődik a nitro, hogyha neki megyek valaminek? Ez nagyon érdekes. Ne bögdös! De így legalább feltöltött a nitrómat. Még nekem tett szívességet. Auá! Brüm brüm! Azt a mindenit! Ez baj! Ez baj! De én fékeztem, csak nem elég erős még a féke. Jaj, a trailer milyen... Jaj... Hát ezek... De ezek hogy tudnak ilyen gyorsan menni? Júj! Az best! Ennek az... Azt már... El tudom mondani, ennek az autónak a fékje... Egy kalapszar. Tehát nincs semmi fékerő az autón, abszolút nem, semmi. Ennyi! Au! Nagyon-nagyon gyenge a féke, úgyhogy nagyon... Nagyon korán kell elkezdeni fékezni. És itt kell is fékezni, ahogy látom. Bár... Jaj, ezt mindig elfelejtem, ezt az átkozott kanya... Éj, mit csinálsz? Nem tudom, miért forgott most össze-vissza. Attól félek, hogy ez hátsó kerék meghajtású. És a hátsó kerekes meghajtású autókat utálom, mint a szart, már azok a legszarabbak. Mert irányíthatatlanok. Menj már arrébb, hülye gyerek! Menj már arrébb! Hát, még így is nekem jön.
Nem értem, hogy az MI által irányított autóknak nem kell fékezniük? Tehát, hogy... Há, most nem felejtettem el! Bi-bi-bi, most nem felejtettem el ezt a köcsök kanyart! Aha! Én itt van mindjárt a seggemben az egyik. Ez az! Gyönyörű! Hát akkor ezt megnyertük megint csak. Itt azért nem olyan könnyű, tehát hogy a gépi ellenfelek azért feladják a leckét. Azért oda kell ám figyelni, meg koncentrálni kell. Unlock, bunker, hill, havo... Jó, nem tudom mi az, ne kérdezzétek. Ez most, mondom, ez a videó, ez csak egy ilyen... első benyomás, igen, na, ezt kerestem, ilyen első benyomásszerű random gameplay videó, hogy igazából csak azért nézek rá a játékra, hogy lássam az első részt is, főleg ha már ingyen osztogatták, akkor érdekelt, hogy milyen volt a legelső Flatout, mert ez a sorozat szerintem azért eléggé híres, az autós játékok területén. Statisztika, ez micsoda? Ja, hogy az autónak a... Aha! Az autónak az adatai. Jó. Oké. És akkor most kaptam itt... Igen, hát ez ki is írja, hogy meg van vásárolva. Feloldottam egy újat, hékás. Még 7 lóerőt rá tudnék pakolni. Uff! 4000... Lehet, hogy erre kéne spórolnunk, nem? Mert ez azért elég masszívan emeli a lóerőt. Ez egyel növeli, ez kettővel, ez is csak egyel. Fű, én akkor megpróbálok spórolni erre a turbóra. Tuninkit. Igen, ez turbo. A turbo charger, a your engine, oké, biztos. Engine balancing, filter, karburátor és nem tudom mi az a manifold. Jó. És akkor itt is oldottam fel új... Ja, ezeknél nem tudom, hogy... Ja, itt mondtam, hogy nem tudom, hogy van-e értelme ezeket megvenni. Mindegy is, egyelőre akkor én azt mondom, hogy próbáljunk összegyűjteni 4000 pénzt arra a turbóra. Hm? Mit szóltok hozzá? És akkor... Na, itt is sikerült az első hely. De akkor nézzük most meg ezt, ez a Bradsub... Jó, hogy ezt oldottam... Vagy mi? Jó, hogy ezeket írja ki, amikor megnyerem, hogy ezeket a pályákat oldottam fel. Értem, ezt írta ki az előbb, hogy bunker, hill, havok. Értem már, jó. Jó. Lehet, hogy majd azt is még egyszer meg fogom próbálni, a harmadik lettem. Na, nézzük meg ezt. Brüm, brüm! És akkor a másik kezemet a kontrollon fogom tartani, a baloldali kontrollon. Hogy merre megy itt az út? Lehet, hogy az első körben érdemes inkább a többiek után menni, akkor látom legalább, hogy mennyire éles kanyarok jönnek. Mi mondjuk itt, de ők hogy tudják ilyen gyorsan bevenni? Ezt nem teljesen értem egyelőre. Auá! De az ellenfeleknek miért nem kell olyan nagyot fékezniük, mint nekem?
Ha-ha! Ha-ha! Mindjárt visszakapom. Merre megy? Ja. Jaj! Persze! Ez most kicsit jobban sikerült ez a kanyar, mint az előző körben. De néha össze-vissza beszélek, az csak azért van, mert ha már picit fáradt vagyok, este veszem ezt fel, hétköznap, úgyhogy most már nem vagyok annyira a toppon, de mindenképp rá akartam nézni, meg hogy hát ez most nagyon, ezt nagyon elcsesztem, ezt elcsesztem, akkor legyen valami új videó is. Szerintem ez a mai videó nem lesz olyan nagyon-nagyon hosszú, mint amiket tőlem megszokhattatok, tehát ezt most ellen nem tervezem olyan, mit tudom én, másfél-két órára. Tudják, hogy ez... Bocsa, ne haragudjál már! Na? Gyorsabb vagyok? Ne bögdös vagy, megmondlak! Jóó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 
elő. Én ezt nem értem ennek az autónak viselkedését. Hogyha fékezek, vagy könnyebben megy a kanyart, akkor megcsúszik. Több időt veszítek, ha fékezek, mintha nem fékeznék. Ez totál bullshit. Egy fékezés nélkül kellene itt végig menni? Vagy ez hogy? És a többi autó hogy tudja ilyen gyorsan bevenni ezeket az éles kanyarokat? Ez számomra rejtély. Nézd meg, nem tudom leelőzni. Na! Itt van a seggemben. Ja, én nem is figyeltem, hogy ez a célvonal. Egyszer csak így meglepődtem, hogy ó, finish. Akkor az utolsó pár kanyarban sikerült átvennem a vezetést. Na, ez tök jó. Ez tényleg csak szerencse volt. Fairgrass Run, akkor egy új pályát sikerült feloldanom. 2900, közelebb vagyunk a 4000 pénzhez. Jó, hát akkor... Aha. Hát akkor nézzük meg ezt. Ez 3-körös, ez 4-körös. Menjünk először a 3-körösen. Bunker Challenge. Jó. Legyen a Bunker Challenge. Akármit is jele... Ők hogy tudnak előbb elindulni, mint én? Na! Nézd meg, már a startnál csalnak! Hát ez... Itt most merre megy az út? Ja, hogy arra? Hát nem lehetett látni semmit. Szó szerint semmit. Utat sem láttam, a többieket sem láttam. Auá! Ne haragudjál már, hát
Útban vagy. Oha! Jaj! Aha! Túl erőset nem szabad fékezni, mert akkor az autó... Ez nem tudom jót. Mert akkor az autó gyakorlatilag keresztbe áll a kanyarban. Ez normális? És ők hogy nem állnak keresztbe? Tehát, hogy... Hát ez hogy? Hogy tudnak ilyen gyorsak lenni? Nem értem. Jaj! Itt... Mi volt itt? Itt te... Micsoda? Menjél már! De miért fog meg ennyire a kerítés? Hú, de rossz az így. De hát várjál, ennek is semmi értelme. A játék ugye pénzjutalmat ad, hogyha neki mész tereptárgyaknak. De hát annyira nevetségesen lelassítanak a tereptárgyak, hogy saját magaddal szúsz ki, hogyha... Nézd meg! Ha mindenki gyorsabb, mint én, hát ez hogy? Pedig még tuningoltam is a járgányt. Hát ez hogy? Neki miért nem kell lassítani kanyar előtt? Hát mi ez a csalás? Nézd meg! Nézd meg! Ha nem lassítok, nem tudom bevenni a kanyart. Á, hát ez innen... Nem, várja. Retry race. Igen, légy szíves. De ez egy hatalmas nagy csalás. Hát nekik nem kell lassítani, hogy bevegyék a kanyart. Nekem meg szinte állóra kell fékeznem. Hát mekkora hülyeség ez? Hát ők érted, bevennek 200-zal, simán be tudják venni, nekem meg semmi esélyem. Miközben úgy, hogy föl is van tuningolva az autóm. Hogy vettem, mit tudom én, milyen motorfejlesztést. Hát nem érzem túl fairnek. Ha is lehet, hogy csak én vagyok ritka bén az. Az még valószínűbb, de hát... Ez így akkor is fura. Tehát, hogy azt se értem, hogy miért jutalmazza a játék pénzzel a tereptárgyak szétszedését, hogyha azzal saját magaddal szúrsz ki. Mert ugye csak lassítanak. Bár, ugye annyi előnye van, hogy kapsz ugye nitrót. Te tereptárgyakat viszel el, mármint hogy nekimész dolgoknak, akkor ad a játék nitrót. Azt mondjuk értem, ugye... Mondom, akkor így próbálja a játék kompenzálni a lassítást, hogy akkor jó, a tereptárgy lelassítod, de akkor kapsz nitrót cserébe. Én ezt értem. Csak ellenfelek viselkedését nem értem, hogy hogy tudnak ennyire gyorsan menni kanyarokban.
Nézd meg! Semmi esélyem őt lehagyni. Abszolút semmi esélyem. Csak akkor, hogyha ő hibázik. Látod? Az előbb ő hibázott. Ez a... Mi ez az undorító kanyar kombináció itt? Elég undi ez a rész. Hallom, már itt van az egyik a seggemben. Hallom, mögöttem. Mit csinálsz? Ez is bögdös. Mindenki csak bögdösni akar. Persze! De hogyha meg... Ha most az előbb lefékeztem volna, akkor meg keresztbe áll az autóm. Nézd meg! Érthetetlen számomra, ami itt történik. Pont nem. Nem, ez nem tudom, vagy a pályavezetése rakás trágya, vagy a mondom, a MI-vel valami itt nem, valami nagyon nem kóser itt. Na mindegy. 3007, akkor menjünk még egy versenyt. Akkor ezt a pályát nem fogom erőltetni. Igen, itt ide is látod, megvan az ezüst. Nézzük meg ezt, és akkor... De hát jóval hamarabb is elindulnak, ők azonnal kiugranak. Hát én nem tudok így kiugrani, de miért nem? Ezt mondom, elég nyilvánvalóan csalajáték, tehát... mondom, más startnál lehet látni, hogy csal. Hogy kinyitotta nekem azt a kaput, láttad? Na ez hogy? Hát te hogy mész el így ilyen gyorsan? Hát nem áll. Nem látok semmit. Az autó seggét láttam, semmi mást. Hát te mit csináltál? Jó hallottam, hogy valamelyik, mint az egyik sofőr repült volna? Mint olyasmit hallottam volna, hogy Nem biztos. Hallod? Most kivételesen... Bár próbálok minél jobban utána menni, követni őt, de... Jaj! Pedig esküszöm, nem akartam most leelőzni, mert nem ismerem a pályát. Ez az, így, menj csak előre, így van, nyugodtan menj előre, mutasd az utat, mert én nem vagyok itt jártas. Nekem jó lesz a második hely, így még jobb is. Ez az. Jaj! Nyugi, mindjárt visszaelőz. Mindjárt vissza fog előzni, mert a következő kanyart én el fogom rontani. Hát most kivételesen nem rontottam annyira el. Várjál, merre kell... Várjál, hát én... Ajajaj. Itt annyira nem ismerem ám a járást. Itt fékezett le nagyon, azt hiszem. Aha. Igen. És van még egy kör.
Brüm brüm, merre, merre? Ja, erre. Valahogy nem tudom memorizálni ezt a pályát, mert nem tudom, olyan picit kaotikusnak tűnik. És a kaotikus dolgokat nem nagyon tudom megjegyezni. Így. Nem. Határosat. Jó. Itt van egy... Igen. Jujjujjujj! Itt le kell fékezni. Igen. Ezt itt megjegyeztem, ezt az éles kanyart. Brüm brüm! Jawohl! Ott az első hely. Ott az első hely. Igen, vissza a menübe. Ja, a zenéket szándékosan némítottam le. A játékban vannak zenék, a főmenü, a menürendszerben is van, a versenyek közben is lenne. Én ezeket mind-mind lenémítottam, hogy nehogy ebből a YouTube-it nekem itten jajgasson, hogy jaj, ez nem szabad. 5000 pénz. 5000 pénz. Vannak egyébként új autók, vagy ez a leg autó? Igen. Ez a legeslegebb autó. Ezt jól megmondtam, ugye? Nem ilyen autó volt a... Nem ilyen, akkor nem is folytatom a gondolatot. Oké, tehát új autó nincs a kereskedőnél, tehát ennél drágábbat nem lehet venni. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt érdemes tuningolgatni, ugye? Tehát mit beszéltünk meg? A turbót, nézd meg! Plusz 17 lóerő. Uh-huh. Várj egy percet. Igen, tehát akkor... Igen. Turbó. Hát fiú, hát... biztos vagy benne? Igen. Kérem szépen azt a turbót. Maradt 1200 pénzünk. 160 lóerőre emelkedett az autónak a teljesítménye. Aha, itt még... ezt pont nem tudnám megvenni. Ez még 5 lóerő. Ez még le van zárva. Igen, ez megvan. Ez a plusz egy lóerő, ez kicsit viccesen néz ki. Plusz 4. 500 ér. Aha. Vegyük ezt meg. Számít ez a plusz 4 lóerő? Ákam! Videókedv... Persze, menjen. 166 lóerőn vagyunk. Ott tudnék még növelni 5-öt, ahhoz kéne még egy kis píz. Igen. 700 pénz. Most plusz egy lóerőért nem akarok kiadni több száz pénzt. Jó, nézzük meg, hogy mit tud ez az új turbó. Várj, mi az a bónusz egy... Jaj, ezek azok a mini játékok, amiről beszéltem, hogy a ilyen ökörködés, hogy mit tudom, a sofőr ki kell lőni, meg nem. Ja, hogy már itt is voltak ilyenek. Ja, hogy a bónusz alatt van. Én ezt nem tudtam, hogy a bónusz alatt vannak ezek. Aha. Jó, menjünk még egy hagyományos versenyt, hogy meg akarom nézni, kíváncsi vagyok, hogy milyen lett ez a turbóval az autó, hogy mennyivel lett jobb, és akkor utána megnézzük, akkor lehet, hogy ez a videó egy kicsit hosszabb lesz, talán elnézitek. Na, 100, hány lóerő most már? 160, nem tudom mennyi volt. Na, a turbóval most aztán... Hát így is lassan indulok a többihez képest, he! Hát nem á! Itten mi van itten?
Lehet, hogy csak placebo, de talán mintha tényleg jobban gyorsulna a gép. Mintha fékezés után, igen, mintha... Szerintem nem csak placebo, tényleg eléggé... Az biztos fájt. Az ott... Merre kell menni? Ja? Én azt hittem, ott... Várjál, kezdjük újra, jó? Én azt hittem, hogy ott el kell menni balra. Jó, átvert a... Jó. Na, még egyszer. Áú. Ott megint valaki sikított az előbb. Azt a milyen... Hát ez... Jó, ez erre nem számított, hallod, körbe autóztam. Izé, kanyarban. Jó, most már... kétségtelen, hogy ez a turbó, ez nagyon, nagyon sokat segített. Itt tényleg sokkal-sokkal jobban gyorsul most az autó. Sokkal jobban megy. Jó, erre kellett volna tovább... Jó, oké, jó. Azt a mindenit! És itt van egy visszafordító. Hát ennyi nitrón volt összesen. Amikor egyenesen megyek, akkor miért csikorognak a kerekek? Itt van ez az éles. Aha, jó. Igen. Egyértelműen sokkal jobban gyorsul az autó. Sokkal jobban megy most. Ez a turbó nagyon-nagyon kellett. Úgy tűnik, hogy ez volt a kulcs a könnyebb győzelemhez. Oda néz. Most nagyon megy. Nagyon jól megy most az autó. Mármi sokkal-sokkal jobban. Jaj! Figyeld a... bal alsó sorokban a mini térképet, hogy elég jelentős előnyt autóztam már ki a többiekhez képest. Mármint ahhoz képest, hogy korábban mennyire végig ott voltak a seggemben, ugye ez azért nem rossz eredmény. Szerintem. Igen, tudom, hogy még egyszer mondom, tudom, hogy ez a játék arról szól, hogy itt törni, zúznom kéne mindent, hogy szerezzek nitrót, meg hogy látványosabb lenne, hogy a többieket is folyamatosan lögdösöm, stb. De amint mondtam, én nem az a fajta játékos vagyok. Nekem bőven elegendő az, hogy figyeljem az utat, és hogy megpróbáljak minél jobb időt autózni. Én még a flatoutban is a jobb időt próbálom elérni, és nem a törészzúzást. Úgyhogy tudom, nem én vagyok az optimális flatout játékos, pontosabban én erre nem... Ez a játékos valószínűleg nem vagyok optimális, de annak ellenére végül is így hozom itt az első helyeket több pályán, szóval nem vagyok teljesen alkalmatlan a feladatra. De tény, hogy nem én vagyok a leglátványosabb. De hát én így szeretek autós játékokkal játszani, hogy én minél jobb időt próbálok menni.
Ezért is utálom az összes létező autós játékban a driftelést. Azt utálom a legjobban, gyűlölöm a szart, mert teljesen értelmetlennek találom, mert az ugye... Folyamatos ott az időveszteség, tehát a driftelés ugye... Ott időt veszít az ember. Én azt szeretem, ha az autó tapadjon az úton. Mert úgy lehet jó időt menni, a minél jobb a tapadás. Amúgy az irányítás nem rossz. Most, hogy így megvan a turbó, így az irányítás is... Ó! Vége is a versenek. Az irányítás is sokkal-sokkal jobb lett. Ezt... Oda néz, mekkora előnyt ki tudtam autózni. Meg ez a pálya, ez nem rossz. Azt a 16 másodperc. Az, kösz! Zó. 1500 pénz. You have completed the bronze class and the road to upper class has begun. For winning the bronze class, you are awarded the... Ja, értem. A bronz kupát gyakorlatilag megnyertem. Ezt a bronz osztályt teljesítettem, és most feljebb tudok lépni a következő osztályra. Kaptam 4000 pénzt azért. Tehát akkor innen jön a silver... Aha. És várjál, most, hogy másik osztályba léptem, vannak kapok... Megjelentek az erősebb autók. Igen. Megjelentek az erősebb autók. Bizony. Itt vannak az erősebb autók. 8000 pénz! 218 lóerő! Azt a leború szivar végit. Mondjuk nem hiányzik oda olyan sok a 8000-hez. 1800 pénz durván. Fasthammer, Speed Evil, azt mondja, Road King, Slider, Overrun, ezt meg tudnám venni, de nem fogom. És akkor, ha megnézem a tuningot, az engine-nél mit tudtam? 171-re növelni, ez még mindig le van lokkolva. Az megvan. Egy. Plusz egy lóerő, ezt még mindig nem értem, ez eléggé lepkefing. 800. Mondjuk, várjál, hogyha... Mi lenne, ha nem új autót vennék, hanem megvenném ezt is. Hát a purchased. Ja, hogy itt még... Aha. Tudod mit? Megveszem ezt is. 182 lóerő. 180. 800 pénz, 2... Akkom. Miért is ne? 188 lóerő! Ejha, oké. Ach, lek mich. Miért ne? Videó kedvé... 194 lóerőnél vagyunk. De 194... Várjál? Ott van, nézd csak! Blablabla. Vajon 4000 pénzt ér. Ott van horsepower, 194 lóerő. És ha megnézzük ugye a... Itt a 8. Nézd meg, a 6400-as Road King, az utak királya 196 lóerő, tehát csak kettővel erősebb. Hmm.
Menjünk-e Silver verse? Vár, van itt havas. Havason én nem merek menni, az igazság. Nem nagyon merek menni havas pályán. Bacup Run. Aha, itt már a nyeremény is sokkal-sokkal magasabb. És feltételezem, az ellenfelek is sokkal erősebbek. Próbáljam meg egy ezüstöt. Próbáljuk meg. Hát ott valaki ott neki ment a falnak az előbb. Ejha. Bum bum. Ejha. Ez aha. Itt a, hű, ezek nagyon mennek. Ezek nagyon-nagyon meglódultak. Igen. Ide... Jaj, ne haragudjál már, véletlen megtoltam a hátsót. Hú, haver, hallod? Én is kell... Jó, oké. Szépet repült, aztán annyira... Aha, erre kellett volna menjek? Vagy most... Merre kell itt menni? De összezavart a pálya. De nagyon összezavart. Nem tudtam, hogy merre kell menni. Hát kirepült az egyik csávó a helyéről, de nagyon csúnyán. Hát jó szépet repült. Tudom, hogy hatodik vagyok, ami lepkefing, de hát... nem ismerem a pályát, úgyhogy... Tehát ezek olyan gyorsan mennek, hogy itt még... Hát ide sokkal erősebb autó kell. Ja, hogy erre kellett volna jönnöm az előbb? Ja, jó. Most már tudom. Utólag okos az ember. Könnyen okos az ember. Ide sokkal-sokkal erősebb autó kell. Ez a 194 lóerő ide úgy látom kevés. Hát akkor... basszus, hát ez nem áll. Hát milyen erős autóval jöjjek ide? Meddig farmoljam a pénzt? Én hallottam valami fura hangot. De hogy tudják ezek ilyen gyorsan bevenni? Nem értem. Nézd, ilyen gyorsan mennek. Hogyha a harmadiknak beérnék, már azért kapok valamennyi pénzt, ugye? Azt hiszem az első három helyezettél jár pénz jutalom. Hihetetlen, hogy ennyire... feltuningolva semmi esélyem ellenük, abszolút semmi. Nézd, milyen gyors. Hát haver, igen, hát csak úgy van esélyem, igen, hogyha ők hibáznak. Csak úgy van esélyem, ha hibáznak. Nem baj, második hely megvan, de hát az is ugye szerencse volt, hogy a csávó előttem hibázott. És neki rongyolt a falnak. Hát így is van, kapok ezret. Jó, akkor nézzük meg a izét. Ezeket a bónusz cuccokat. Aha, és most újakat is oldottam fel. Long jump, az mi is magyarul? Az a távolugrás, nem? Jó, én nem tudom, ezek hogy működnek. Aha,
hogy milyen messze tudom repíteni a csávót? Mert ha elérem a 250 métert, akkor kapok 1000 pénzt. 100 méter a minimum a pénzjutalomért. Várjál! Accelerate and throw your driver into the long jump track by pressing and releasing the nitro button. Ja, hogy na... Ja, oké. Release angle of the driver is measured from time you keep the nitro pressed down before release. Azt hiszem értem. Három próbálkozásom van. Jó, tehát a nitro billentyűt, nitro billentyűvel kell szabályoznom a szöget, hogy milyen szögben repüljön ki. És hogy merre kell menjek? Hova kell menjek? Vagy most mi van? Jó, hogy... Jó, jó, oké, jó, jó. Várjál. Conti, conti, jó. Itt nem lehet retry-t nyomni akkor ezek szerint. Continue. Jó, hát most látom életemben először ezt. Akkor most már tudom, hogy hogyan megy. Mi van? Jó, mert a hármat összeadja. Most azon gondolkodtam, hogy hogy lehet itt elérni 250 méter, tehát az hogy? Hát ugye a három próbálkozásban adja össze. Jó, oké. Jó, értem. Értem. De hogy a 44-re? Tehát a 100-as táblánál voltam. Mármint volt a... Látod? Ott a 90-es tábla. Akkor mi az, hogy 7,8 méter? Nem értem. Hát ott a 90-es tábla, ez 90 méter. Hé? Hogyha csak 7,79 méter? Hé? 51 méter. Nem értem. Jó, biztos. Na most lehet retry. Na várj akkor ezt még egyszer. Nem értem egyelőre. Nem a távolság számít távolugrásnál? Tehát, hogy... Har... 36. De miért csak 36? Azt számít, hogy mennyit van levegőben az ember, de hát az... De szóval hogy repítsem ki? Jó, én azt hittem, hogy most is előre fog repülni, hogyha... Hát ugye, alap fizika lenne, hogyha ott nekiütközök annak a falnak ott, ami ott az autóval szemben, akkor automatikusan kirepülne a sofőr onnan előre a francba, ugye? Tehát... Jó, még nem ismerem a játék működését. De nem értem, hogy hogy lehet itt 100-at elérni, hát a szög is teljesen magasan volt. Jó, nézzünk egy másikat, ezt én egyelőre nem vágom. Nézzünk egy másikat. High jump. Az magasugrás. De pont, hogy magasugrásnak kéne az, hogy minél... Air from the ramp. Igen. Jézus Máriám. Oké. Nem tudom, hogy itt mit, hogy, merre. Azt hiszem, valamit jól csináltam. Na, most majdnem 102 méter. Na, ez stimmel. Itt pontosan azt a magasságot írja, amit a táblák mutattak.
Szerintem a long jumpnál, a távolugrásnál ott valami szerintem nem jól működött a játék. Amikor ott voltam a 90-100 méteres táblán, akkor annyit kellett volna számolnia, tehát hogy annak ott nem volt értelme. Mert itt lényeges az, hogy milyen magasra repül a csávó. A távolugrás, a long jump, annak az a lényege, hogy minél messzebbre menjen, ugye? Tehát, hogy... Na mindegy. Nem vagyok szaki a témában, csak... Itt figyelembe vesz a táblákat, az előzőnél nem, úgyhogy ez... Emiatt nem jártam, csak... Ez most nem lett olyan jó. Ez most nem lett olyan jó. Igen, erre emlékeztem, ezekre a ökörködős játékmódokra, igen. Ezekre emlékeztem. Áh, 95,5 méter. Az első sikerült a legjobban. Mennyi ez? 270? 280? 283 méter. Exit a menü. Na, 500 pénz! Ó, ezzel is lehet pénzt farmolni. Ez teljesen jó. Teljesen jó. Oké, mi van még itt? Ez volt most. Ja, írja is, ott van a rekord. Igen, igen, igen. Ez hagyományos roncs derbi. Igen, ez tudja, hogy hagyományos roncs derbi. Ez engem nem érdekel. Circle of Eight. Super Mud Bowl. Laps 5. 5 kör. Mi? Ez micsoda? Ja, ez egy... Ja! Aha, 8-as a pálya, ugye 8-as alakja van a pálya, hagyományos verseny, csak ez ilyen off-road, ezt ismerem, mert ilyen volt a The Showdown-ban is. Igen. Ez amúgy nem rossz, mert ugye hagyományos verseny, itt nem az a lényeg, hogy lezúzd a másikat. Ezt jobban szeretem, amikor hagyományos verseny van. És ebből kell 5 kört, hát meglátjuk. A másik csávó mindjárt itt van a seggemben. Igen, itt ez a veszélyes, hogyha éppen akkor ugratsz, amikor másik jön épp keresztbe, hát akkor, já, könnyen össze lehet csattanni a levegőben. Előbb-utóbb meg fog történni az érzésem. A csattanás a levegőben, és én fogok csattanni valakivel. Leérkezést előbb-utóbb szét fogja törni a kocsimat. Olyan erősen érkezik le a talajra. Ez már közel volt. Az még közelebb volt, mondom, előbb-utóbb itt csattanás lesz. Hú, a hátsó lökhárító nagyon csúnyán áll. Annak nem úgy kéne állnia szerintem. Ajaj. Szerintem nem jó dolog, hogy ég a motortér. Nem baj, megnyertem. Igen, mindig a talajra érkezés az... Köszi. Na jó, megvan. 800 pénz, oda néző.
teljesen jó. Ez nem is rossz. Bár fura, hogy ja, olyan erősen érkezik le, hogy mindig széttörik. Érdekes. Aha. Igen, ott látod, azt írja, meg is nyertem. És akkor ez ugyanaz, csak ilyen ovál alakú. Figyelj, nézzük akkor már meg ezt is. Brüm, brüm! Oha, oha, oha! Hú, de gyorsak! Elnézést, kihányok, szabad lesz? Oj. Na, mi történik itten? Nagyon zúzzák egymást. Ilyenkor mindig arra próbálok figyelni, hogy minél kevesebbet csúszszak. De ugye, amikor oldalra csúszik, akkor nyilván lassulok. Azért próbálok apránként kanyarodni, hogy minél kevesebbet csúszson, és jó legyen a, viszonylag jó legyen a tapadás, hogy tudjak gyorsulni. Az igen, ja, hogy ez ennyire nehéz dolog volt. Ja, jó. Itt a tereptárgyak, főleg az ilyen nagyon-nagyon nagy gumikat, mint az előbb, ezeket érdemes elkerülni, mert elég masszívan be tudnak lassítani. De nem rossz egyébként. Nyolc körös! Nagyon koncentrálni kell amúgy ebben a játékban. Nem nagyon szabad hibázni, ezt nem tolerálja. Én nagyot hibázol, akkor már is leelőznek. Érdekes, a talicska pedig olyan volt, mintha nem tudom, milyen papírdarab. Nem talicska volt, amit az előbb véletlen ellöktem. Utolsó kör. Jávol! Első próbálkozásra. Az igen! Hát az felkenődött a falra. Jó, és ezért 1500 pénz. Még nem is volt ez nehéz. Mik vannak még a bónuszban? Darts. Hogy mit akarsz? Bowling. Super Mad Me. Ez ugyanaz a... Ez is mi az? Hagyományos roncsderbi szerintem. Darts. Jó, biztos. Ugyanúgy nitróval kell, igen. Én a való életben sem tudok dartsozni. Én ahhoz is túl hülye vagyok. Meg béna. Egyszerre. Itt is béna leszek hozzá, azt már látom. Tehát a nitró... Én nem tudom, mi történt. Nem kellett volna előre repülnie? Vagy én nem tudom. Melyik? Későn engedtem el a kontrollt? Az volt a baj? Akkor megpróbálom kicsit előbb elengedni. Aha, jó. Igen. Előbb kell elengedni a kontrollt.
Egy pont. Ja, hogy még az autó szögét is úgy állítsa. Na ne, hát ez így nehéz. De nem már! Nem látom, hogy pontosan mikor vagyok ott a falnál. Jó. Jó, még egy utolsó próbálkozást. Amúgy ezt nem fogom szeretni, ezeket a játékmódokat. Nem nekem valóak, de teszek még egy próbát. Most előbb engedtem el, most miért nem? Én nagyon nem értem. Hát most pont, hogy előbb engedtem el. Nem értem, hogy mi alapján lövi előre a csajt, és mi alapján nem. Akkor itt jó időzítés kell, ugye? Na jó, ez nem nekem való. No. Itt ilyen millisekundum pontosan kell időzítenia, hogy mikor engeded el a kontrollt? Akkor ez nem nekem való. No, ez nem nekem való. Bowling. Jó, hát nézzük meg, de szerintem itt sem fogok annyira remekelni. Ugyan, igen. Hányat dönt? 8! Na, fia, ugye ez a... Mi a kezdők szerencséje? Másodszor az nem fogom tudni összehozni, figyeld meg! Lup! 3, igen. Még csak 11. Úgy vicces, meg minden, csak néhány ilyen játékmódát nem értem, hogy hogyan kéne jól csinálni. Ezt se értem. Ugyanazt csináltam, mint az előbb. Nekem ezzel van gond, ezzel az időzítéssel, hogy jókor engedjem el a kontrollt. Nem tudom, mikor kell elengedni, tényleg. Én nem érzem ezeket a játékmódokat. Na jó, oké, láttuk ezt is. Jó, köszönjük szépen, 300 pénzt azért kaptam. Na, most akkor a izénél megnéztük az összes. Aha, igen. Várjál! Ezt még egyszer megpróbálom, mert ezt nem láttátok, ezt a pályát. Itt ugye harmadik lett. Ezt megpróbálom még egyszer, jó? Hát, ha most jobb helyezést tudok elérni. Ha nem, akkor nem. Aha. Mennyivel lassabban mennek most az ellenfelek, mint az ezüst osztályban. Ezt szerintem csak annyit csináltak, hogy az ezüst osztálynál átírták annak a változónak az értékét, ami a izét kezeli az ellenfeleknek a sebességét. Azt megduplázták, majd megtriplázták, aztán annyi. Így viszont már... Így viszont már van esélyem az első helyre. Sokkal-sokkal jobban megy most az autó. Meg hát ugye, amikor videón kívül ezt a pályát néztem, akkor ugye a legolcsóbb autóval mentem, és azt is tuning nélkül. Ja. Úgyhogy mondhatni a legfapadosabb autóval próbáltam. És akkor sikerült harmadik helyet elérnem.
Ha most ezzel a drágább agyontuningolt autóval nem nyerem meg, hát lehet, hogy inkább az lenne a szégyen. Utolsó kör. Aha. Aha. Igen. Jó van. Csak sikerült. Igen. Ott az 1000 pénz. Megvan az 1000 pénz. 5200 pénzünk van. És akkor úgy néz ki most, hogy... Azt ott nem tudtam megnyerni. Mindegy. Megpróbáltam ugye egyszer a Silvert is, bár mondjuk második helyen sikerült elérnem. Az végül is nem olyan gáz. Hülyeségből nézzük meg a havasat, hogy legyen a változatosság kedvéért, jó? Akkor legyen végére még egy havas, jó? Tudom, sokan szeretik a havas pályákat, én nagyon nem. Én utálom a havas pályákat, nem csak autós játékban, hanem úgy szinte minden játékban. Oké, ott van egy nagyon éles kanyar, ott majd fékezni kell, oké. Tehát ezért fékeztek ott a többiek is. Jó, most már tudom. Ajajajajajajajajaj. Ez a verseny, ez roncsderbi verseny. Ez nagyon roncsderbi lesz. Az igen, barátom. Scheisse. Nem baj. Hogy mi? Auá. Kap be. Takarodj! Hallod? Ne haragudj már, ez hogyan? Elfelejtettem, hogy nem tud fékezni az autó. Ő bezzeg, hallod? Ez. Neki nem kell fékeznie, érted? Ő átmegy 200-al az összes kanyaron, még a jeges kanyarokon is. Nézd meg! Nézd meg! Mi történik most? Na, ezért gyűlölöm a havas pályákat. Na, hát köszi szépen a figyelmet, ez lett volna a Flat Out 1. Ránéztem, érdekes, jópofa autós játék igazából. Én értem, hogy sokan miért szeretik, mert igen, gyakorlatilag ilyen roncsderbis versenyzős téma. És az is igaz, hogy nem nekem való. Ezt én is belátom, hogy ezt nem nekem találták ki. De aki szereti az ilyen roncsderbis témát, annak bátran tudom ajánlani. Mert szerintem az olyan emberkék tök jó szórakozhatnak ezen. Úgyhogy, ja, köszi szépen figyelmet, és természetesen várom a véleményeteket komment formájában, hogy
hogy játszottatok-e már ezzel, vagy valamelyik, akár valamelyik epizóddal a sorozatból, szerintetek melyik a jobb, mennyire szeretitek a szériát, stb. A Flatout sorozatból több videó nem várható, ezt is csak azért néztem így meg, mert ugye hát Gogon ingyen adták, aztán gondoltam, akkor jó, egy videó erejéig akkor ránézek, mert az egyet eddig nem ismertem. Úgyhogy ja, de nem tervezek a többi részből csinálni. Főleg, hogy nem is tudom, hogy azt hiszem az Ultimate Carnage talán megvan, de azt hiszem ott a valami, azt hiszem a DRM még Games for Windows Live volt talán, és akkor amiatt nem akartam azzal már foglalkozni, nem tudom már, mindegy, nem akarok hülyeséget mondani. Köszönöm figyelmet, akkor találkozom egy másik videóban. Na, szevasztok!